most decemberről fog megjelenni a Szimpozen Egyesület új kiadvány, a Szilvárvány keresztények című riportkötet, és ennek keretén belül szerveztük ezt a kerekasztal beszélgetést. Pár mondatban be tudnátok nekik mutatkozni arról, hogy mit érdemes tudni rólatok? Sziasztok, én Dani vagyok, és a Mozaiknak vagyok az egyik társvezetője. A Mozaik egy LMBT keresztény közösség, 18 éves volt most augusztus végén. Ökumenikusak vagyunk, és a közössége van a hangsúly, tehát a Mozaik nem annyira aktivista közösség, hanem inkább egy ilyen biztonságos teret szeretnénk kialakítani, ahol LMBTQ emberek megélhetik a hitüket valamilyen formában. Márta? Evangélikus lelkész vagyok, és 12 éve dolgozom a 8. kerületben, Budapestnek az egyik olyan részén, ahol sok szegény ember is él. Ott vezetek egy közösségi házat, és 2 éve most már egy másik közösségi házunk van, ahol menekülteket segítünk, ez a Dévai Fogadó a 13. kerületben. Magyar szakot is végeztem, ahol a holokausznak a kutatása megtalált, meg a szakdolgozati témámhoz is kapcsolódott, és ennek mentén nagyon-nagyon behúzott sok olyan társadalmi mozgalom, például a hajléktalan emberek önszerveződő mozgalma, a lakás szegénység magyarországi mozgalmai, és aztán különböző általában kormányzati gyűlöletkampányok mentén az éppen aktuális target. Politológiát végeztem az ELTE-n, az az első diplomám, aztán ott hagytam azt a szakmát, igazából bele érintettem a kis lábujjamat, és azt mondtam, hogy ez nem egy olyan víz, amiben én szeretnék megváltozni, tehát elég hamar, és aztán mindenféle utakat választottam, most épp értékesítésben dolgozom, de hát amivel úgy inkább azonosulni tudok, az inkább a mentálhigiénés végzettségem. Tehát, hogy ez a fajta a társadalmi rétegek, illetve a társadalmi működése iránti érdeklődés is megvolt, meg van ez az egyén szintű érdeklődés is, ami engem tud kapcsolni ehhez a témához, illetve hát a keresztény hitem, meg életem, ami ugye hitem szerint egy cselekvő élet kell, hogy legyen, tehát a kinyújtott kéz élete, egy valami fajta samaritánus élet legalábbis, hogyha nem is egy jézusi, de hogy egy olyan, amibe teszünk másokért. És ennek ilyen családi hagyománya is vannak, azért nálunk édesapám nagyon aktív, régóta forog a közéletbe, és vannak még református lelkészek is a felmenők között, szóval hogy tényleg ilyen elég sok szál kötődik ide, és egy nagyon hamari fellángolás volt ez 2015-ben, ami engem a kermelbe bele taszajtott, de azóta is nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a vállalást ezt megtettem. Én ugye hetero vagyok, és úgy az egész kermel, ezt már részletben is kibontom, csak ide most egy mondat, hogy szerintem a kermelben tényleg hogy az a szép, hogy... Ez a keresztények a melegekért. Igen, bocsánat, igen, a keresztények a melegekért mozgalom. A több ilyen hetero, különböző gyülekezetekből álló, vagy jövő ember azt mondta, hogy ez így nagyon nem oké, hogy itt Magyarországon egyházi szinten, vagy gyülekezeti szinten bánnak LMBTQ emberekkel, és hogy legyen már egy olyan hang is, ami legalább mást mond. Tehát nem tételeztük fel, hogy mi nagyon fogunk alapasztát szeretni, vagy bármilyen tényezők leszünk, de hogy legalább valaki mondja azt ki, így a magyarországi közbeszédben, hogy ez így nem oké, nem csak ez a keresztény álláspont van, van más is, van, hát Krisztusi, ugye minden keresztény ezt mondja, hogy ő abszolút a Krisztusi utat képviselő, úgyhogy ezzel nagyon nehéz bármit mondani, de hogy hitünk szerint azért ez így nem volt oké, és azért felemeltük a hangunkat. Az lenne most a következő kérdésem hozzátok, hogy tudnátok kicsit mesélni arról, hogy a kereszténység, vallás, hit, hogy jelent meg nektek az életetekben egészen gyerekkorotoktól, fiatalkorotoktól kezdve? Egy pünkösdi családban születtem bele. Pünkösdi egyház, egy picike egyház Magyarországon. Néhány ezer tagja volt akkor is, meg most is szerintem körülbelül ennyi lehet.
ez a közeg, ez egy olyan zárt közeg, ami azt hiteti evelet, hogy vagyunk mi, ez a buborék, ez a biztonságos buborék, ahol mi jól el vagyunk, és kint van a nagy veszélyes világ, ahol mindenféle rossz dolog történik, és hogyha oda kimerészkedsz, akkor abból csak baj lehet. Elnyomtam magamban a melegségemet egészen sokáig. Tehát én amikor így rendbe jöttem magammal először, és aztán elő tudtam bújni, ez már az egyetem elvégzése után volt, 26-7 éves koromban. Tehát az volt a folyamat, hogy akkor először elfogadtam, hogy jó, oké, meleg vagyok, ezt így bevallottam magamnak. Az volt a logikus következő lépés, hogy oké, de akkor ez így nem egyeztethető össze azzal, hogy keresztény. Tehát akkor a következő lépés az, hogy akkor választanom kell, hogy akkor most meleg leszek, vagy keresztény. És akkor átálltam ilyen ex-gay mozgalmakra, meg reparatív terápia, meg ilyesmik. Nem is az, hogy ez rossz dolog, de azt láttam, hogy nem biztos a kimenete. Tehát ahogy így erről gondolkodtam, így arra jutottam, hogy én ezt nem akarom megpróbálni, mert úgy éreztem, hogy ez egy ilyen sok éves befektetés, ilyen terápiákra kéne járni, meg ilyen átnevelő táborokba, vagy nem tudom, hogy ezt most már a mai fejemben mondom így, akkor ők nem így hívják nyilván, akkor próbáljuk meg hanyagolni ezt a keresztény oldalt, akkor nézzük meg a meleg oldalt, de ott meg abban a problémában ütköztem, hogy ahol felnőttem, nem ismertem melegeket magam körül, nem tudtam. Az volt az elképzelésem, hogyha én meleg akarok lenni, akkor el kell mennem a valamelyik melegbárba, és így az volt az elképzelésem, hogy bemegyek oda, és akkor mindenki rám veti majd magát. És akkor utána jött az, hogy láttam a mozaiknak az egyik nyílt alkalmát. Ugye minden évben a Pride program sorozat keretében van nyílt alkalma a mozaiknak, és akkor erre valahogy rá találtam, és ott oda elmentem, és akkor az volt igazából az, amikor először elmentem oda, az volt nekem egy ilyen nagyon transformatív élmény, tehát hogy itt lehetek egyszerre keresztény is, meg meleg is, és hogy ez nekem kell, és akkor rögtön el is határoztam, hogy én szeretnék oda járni. Ez már ilyen 10... Ez 2010-ben volt, 14 Én nekem egy ilyen nagyon diszfunkcionális családom van, és az egyházban, meg az iskolában ott jó volt nekem, és gondoltam, hogy akkor ezt akarom csinálni, és ezt is csinálom. És tényleg be is jött az élet, szóval nagyon szeretem azt csinálni, és közösséget kínált, én soproni vagyok, a soproni gyülekezet, meg a gimim is egy 8-osztályos gimnáziumban, evangélikus gimnáziumban jártam, és ezek jó közegek voltak, tehát ott nem volt szembeállítva a hit a tudománnyal, nem volt kirekesztő hangvétele egyik helynek sem. Úgy éltem meg, hogy egy ilyen meg volt engedve a gondolkodás. Mindig is érdekelt az, hogy hogyan lehet a hitről beszélni olyan embereknek, akik nem hívők, anélkül, hogy ez erőszakos legyen, vagy valamilyen tukmálás, vagy ilyen rossz, vagy ilyen nyomasztó. Hogy nekem az amúgy fontos volt, hogy ne az legyen, hogy egy ilyen gyülekezetben szocializálódok, egy egyházi, egy evangélikus középiskolában, megyek a teológiára, aztán vezetek egy gyülekezetet, az egy ilyen nagyon... Még akkor is, hogyha én szabadnak élem meg, de ez egy nagyon-nagyon szűk buborék. Nem tudom, hogy mennyivel lett tágasabb a buborék az ELTE bölcsészkarral, de azért a lehetőségeimhez képest tágasabb, és az biztos, hogy egy kicsit még jobban nyílt a világ, amikor elkezdtem lelkészként dolgozni, és akkor ezekben az ilyen politikai aktivista, ilyen balos, meg ilyen társadalmi változást generáló, meg ilyen alulról jövő, ilyen grassroot közösségépítő mozgalmakkal találkoztam. Az egyik első alkalom, amikor az LMBT témával találkoztál, konkrétabban, amikor Németországba elmentél egy konferenciára. Németországban ez egy ilyen nagyszabású találkozó, és 4 évente ráadásul ökumenikus, ami azt jelenti, hogy ilyen, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ilyen 100 000-ek ott vannak egy városban, akkor az Münchenben volt. Volt egy ilyen, hogy Frauenhof, a nők udvara, és akkor ott volt egy élőkönyvtár program. Itt én kölcsönöztem ki egy ilyen élőkönyvet, egy leszbikus lelkésznőt. Olyan, hogy valaki
párkapcsolatban élő előbújt LMBT ember, és ezzel az egyházban semmi probléma nincs, ott élnek a parókián, a párjukkal, és ez így mindenkinek rendben van. Érdekes módon akkor meleg barátaim se voltak, egy se. Ami azt jelenti, hogy csak nekem nem mondták el, de senki. Mert az, hogy én lelkésznek készülök és teológiát tanulok, az az eltér barátaimnak is automatikusan azt jelentette, hogy akkor nekem nem mondanak magukról semmit, mert én akkor biztos, nem tudom, negatívan fogok hozzájuk viszonyulni. És ezért én senkiről nem tudtam, tehát az én világomban ez nem létezett. Édesapám és édesanyám nagyon más háttérből jöttek, de hogy nagyon sok szempontból az alapértékek azok azonosak voltak. És akkor ehhez még az is jött, hogy mondjuk a anyai ágon a nagymamám, sajnos apai nagyszülemét nem ismertem, de a nagymamám, ő nagyon, nagyon határozottan vallásos volt, ez a klasszikus vidéki katolikus nagymama, imádtam, tényleg egy tündér volt, és nem csak az, hogy 87 éves korában még mászott a körtefára, körtét szedni, hanem hogy ez a vallási buzgóság, tudod, amikor így az a jó értelemben véve, amikor tudod, hogy ez mind neki fontos, és hogy így e köré, nem hogy az egész életét e köré szervezi, de az egy nagyon-nagyon stabil pont az ő életében. A vasárnapi mise, a kis imakönyv mindig és hogy ez kicsit szemérmesen, tehát hogy ezt nem nyomta senkinek le a torkára, de hogy neki látszott, hogy volt egy ilyen élő Isten kapcsolata, egy ilyen rítusok az életében, és hogy amit tőlük kaptam, és szerintem ez nagyon sokat formálta az én világlátásomon. Azt kevesen tudják, de a franciák, ők egy ilyen nagy képregény nemzet. Tehát a francia a képregény kultúra meg hagyomány az iszonyatosan gazdag, és akkor ennek egy ilyen nagyon szép letéteménye volt a mi házunkban, a Larousse Biblia. Ugye a Larousse az egy ilyen híres nagy francia könyvkiadó, és ők kiadták egy ilyen ekkora nagy táblás, ilyen keményfedeles, hatkötetes sorozatban a Bibliát. És akkor ott volt az összes komoly számottevő bibliai sztori, gyönyörű szépen megrajzolva, és én azt rengeteget bújtam. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a bibliai tudásom 98%-a szerintem inkább abból jött, mint a hittanórákból, de hogy tényleg így képszerűen megvannak a dolgok, és azt csak így mellékesen így megkaptam így a nagyszüleimtől, mit tudom én, 7-8, nem tudom hány évesen, amikor már tudtam olvasni, és akkor ilyen 2013 környékén tértem vissza így egy komoly magánéleti krach után a valláshoz, hogy mégis itt én kapaszkodót kerestem picit egy ilyen talajvesztett állapotban, és akkor megtaláltam a Pánferis közösséget, ami hát azt gondolom, hogy így a katolikuséknál a legprogresszívebb, legszabadabban gondolkodó közeg jelenleg. A Golgotás közegbe kerültem én be 2015-ben, úgy már egy-két ilyen ifjúsági alkalomra elmentem, és a kulturális estek voltak, nem is mindig csak egyházi vagy vallási témák voltak, és akkor egyszer csak megrendeztek egy ilyet, hogy na, kereszténység és homoszexualitás, mert ugye nem használjuk az önnevezéktanukat, igen, és akkor mondtam, hogy jó, hát nézzük meg, hát végülis biztos valami jó krisztusi üzenet, akkor biztos erről is van, hát tudod, én a társadalomtudományi karról jöttem, úgy gondoltam, hogy hát a világ attól kerek, hogy nem rugdossuk egymást, hát a kisebbséget nem bántjuk, akkor gondolom biztos itt is valami hasonló fog elhangzani, valami krisztusi megtámogatottsággal, meg itt a 8 boldogság, meg hasonlók. Hát nem ez volt. Az egy elég meghatározó este volt nekem, ott a Kincses Marcelnek ugye megjelent egy könyve, ő egy szintén azt hiszem pünkösdi egyházból kilépett ifjúsági lelkész volt, aki azokat a reparatív terápiákat, amiket szerencsére Dani kihagyott, őt azzal több mint 4 éven keresztül kínozták, és amikor azt látta, hogy így nem jut sem erre az egész folyamat, akkor mondta azt, hogy akkor ezt ő elhagyja, nem tud így élni, úgy gondolja, hogy ez nem egy út. És hogy gyakorlatilag ilyen aranytárcán kitette ő a kis szívét így az egész teljes közösségnek, meg az egész életét így megosztotta, és akkor tudod, ilyen kedves, naív, 21 éves keresztény nyánykáknak így gyűlt a könny a szemébe, mert annyira együtt éreztek, meg annyira
tényleg, tehát tényleg színpadőség nélkül, de tényleg így a Marci nagyon korrekten szépen, szépen elmondta, és hogy volt egy-kettő arc, aki így, na most már itt körbenézett, most már mindenki volt elég érzékeny, na akkor most lerakjuk a krisztusi téglát ide az asztalra, az evangélium bakancsot, és akkor, na hogy is van az Marcikán, hogy is van ott a Leviták könyvében, meg azt nem olvastad ezt a passzust, mit mond erről Pál? És így, haver, te hol ültél két órán keresztül? Tehát egy olyan mély felháborodás volt bennem, hogy emberileg hogy lehet azt megcsinálni, hogy itt ül mellettem egy ember, az egész sors tragédiáját, az összes nem tudom hány évnyi szenvedését ide rakja, hogy hogy kellett neki elhagyni a közösségét, az összes barátját, mentorát, tanítványát, mindenkit, és utána valaki, aki ott ült 3 méterre se tőle, utána feláll és belerúg. Hogy ez milyen ember? Vagy ez vele... Neki mi fáj ennyire, hogy csak így tud csinálni? Gyakorlatilag ez volt egy kiinduló pontja annak, hogy megalakult a Keresztények a Melegekért csoport. Igen. 14-ben a Marci kiment egyedül a Pride-ra egy olyan táblával, hogy Jesus Loves Gays, ami abszolút formamontó volt, készült róla pár fotó, de nem nagyon vette észre a média, csak akkor így felcsillant a szememünk párunknak, hogy akik ilyen nem nagyon mélyen ismertük egymást korábban, ilyen össze-vissza keresztény körökből, egy-két golgotás arc, és akkor mondták, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mit lehet itthon tenni azért, hogy ez a Jesus Loves Gays tábla minél magasabbra fel legyen tartva, és mit tudunk mi azért csinálni, hogy tényleg csak egy ilyen hang megjelenjen a palettán. Akkor most kicsit térjünk vissza kicsit a mozaikra. Szóval a mozaik kis csoportokból épül föl. Most jelenleg mi egy kis csoportunkban, és ezek a kis csoportok heti rendszerességgel találkoznak. Lehet ima vagy éneklés része is az alkalmak, de ez egyáltalán kötelező, ez minden csoport saját maga eldönti. És akkor vannak olyan alkalmaink, ahol pedig az egész közösség találkozik, ez most már csak havonta egyszer van, egy nagy hiányt töltünk be a magyar egyházi életben, mert nem nagyon vannak olyan egyházak, amik ezt aktívan támogatnák az ilyen közösségeknek a létrejöttét. De én mindig nagyon tiltakozom, hogyha gyülekezetnek akarnak mondani minket, mert hogy nincs teológiai vezetésünk, vagy ilyen spirituális értelemben vezetők, tehát önszerveződőek vagyunk, és nem kapcsolódunk semmilyen egyházhoz hivatalosan. Általában nem vagyunk aktivisták, hanem inkább, ahogy említettem, ilyen befelé koncentrálóknak gondoljuk magunkat, vagy tartjuk magunkat. Ez alól néhány kivétel van. Az egyik az, hogy minden évben tartunk egy nyílt alkalmat a Pride év kapcsán, ahova bárki eljöhet, és akkor ott kicsit megmutatjuk magunkat. Az utóbbi pár évben volt, hogy megjelentünk a Történeti Hónapon is valamilyen alkalommal. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy 2018 óta tagjai vagyunk az LMBT keresztény csoportok Európai Fórumának, röviden Európai Fórumnak, ami egy olyan ernyőszervezet, amelyik az Európában megtalálható LMBTQ keresztény csoportokat, szerveződéseket próbálja összefogni. És annyira csatlakoztatok, hogy egyik évben ti tartottátok, vagy ti szerveztétek a konferenciát, mert ugye minden évben más országban van az éves konferencia, és mindig más tagszervezet szervezi. Igen, amikor csatlakoztunk 18-ban, akkor nagyon lelkes volt a mozaik, és rögtön bevállaltuk, hogy a 2020-as konferenciát akkor megszervezzük itt Budapesten. Az a tragédia történt, hogy le kellett mondanunk a Covid miatt a konferenciát. Megtartottuk online, de nem májusban, hanem októberre tudtuk. Ja, te mondtad, hogy a mozaik az inkább befelé fordul, de viszont neked nagyon fontos az aktivizmus, a nyilvános szereplés is. Nagyon polarizált a magyar társadalom, és sok gyülekezetünk abban mindenféle világnézetű ember van, és valójában ilyen sok gyülekezet eléggé, nem tudom, kevés tag aktív, és a lelkészek nem akarják ezt ketté osztani, vagy megosztani, és attól félnek, hogy akkor így kihalnak. Nem lesz egyház. És mindig valahogy
nem tudom, a nemzethalál, meg a, hogy tényleg, amikor ilyen fasiszta platformokon akár transzneműségről, vagy a melegekről beszélnek, és ezt sokszor ilyen jobboldalinak, vagy kereszténynek állítják be, annak nagyon, hogy is mondjam, nem jó tehát, hogy nem minőségi jó teológiai megalapozása van, és mindig valamilyen politikai hatalmi struktúrában van valahogy beágyazva ez, de általában nem teológiailag van ez felépítve. Tehát, hogy az egyházak sokkal-sokkal kevésbé szerintem agresszívak, mint az ilyen szélső jobboldali politikai mozgalmak, amelyikek használják az egyházi, nem tudom, retorikát. Tehát, hogy ebben az ilyen szűk, zárt gondolatvilágban, ha valamiben engedünk, akkor utána, mint egy kártyavár, összeomlik a teljes gondolkodási struktúra. És akkor így a világ omlik össze, tényleg. És ez egy nagyon nagy kockázat, és ezért nagyon agresszívan reagálnak, hogy én ne omlasztom ezt össze. Tehát te azt mondod, hogy ha mondjuk a meleg témába engednének, akkor az sok más kérdést is felvetne. Persze. Tehát akkor itt minden lehet akkor már. Az egyik teológus hallgató akart egy beszélgetést szervezni a kollégiumban, tehát hogy nem egy nagy, tehát nem egy döntéshozó fórum, vagy egy nem tudom micsoda, meleg keresztény témában. Az egyik lelkész meg aláírás gyűjtött a beszélgetés megvalósulása ellen, azzal a felhanggal, hogy ezek a lelkészek kilépnek az egyházból, ha ez a beszélgetés megvalósul. Nagyon zavaró az a egyes egyháztagok szemében, hogy én, mivel úgy mutatkozom be, hogy evangélikus lelkész vagyok, hiába teszem hozzá, hogy én nem vagyok a formális képviselője az egész magyarországi evangélikus egyháznak, az elnök püspök, vagy a püspöki tanács tudna az evangélikus egyház nevében nyilatkozni, vagy a zsinat, vagy szóval, hogy valami nagyobb fórum. Én egy evangélikus lelkész vagyok, a saját nevemben beszélek. Még csak a gyülekezetem nevében sem beszélek ilyenkor, hanem a saját nevemben beszélek. De mivel össze van rakva az evangélikussal, és ez viszonylag nagy média, tehát mégiscsak nyilvánosságot kap, ezért az a fájó, hogy látszik, és ebben a diskurzív térben elmozdítja a hatalmi, nem tudom, dinamikát, mert nagyon-nagyon sok a reprezentációs térben el van csúszva másik irányba, tehát hogy szerintem nem ekkora arányban vannak konzervatívok, meg nagyon kirekesztő gondolatok az egyházakban, mint ami a reprezentációs szinten megjelenik. Tehát, hogy én ismerek olyan lelkészeket, jól menő, nem evangélikus, mondjuk református gyülekezet, jól menő gyülekezet, ilyen sztárpap, nagy gyülekezet, és mond egy picit valami nem kormánybarát dolgot, de ilyen, hogy nem kéne hajléktalanokat rugdosni, tehát hogy valami, nem tudom, vagy kriminalizálni csoportokat, vagy nem, ilyen picit, ilyen kedves dolgot mond, és akkor a következő ifjúsági találkozón leveszik a nagy színpadról, nem beszélhet többet. Tehát elveszik tőlük a mikrofont, és az ilyen felfelé a hatalmi struktúrában egyre kevesebb teret, hangot kap, tehát reprezentációt a nyitottabb, elfogadóbb hang. És szerintem sokkal több melegeket elfogadó ember van az egyházakban, mint amennyinek van láthatósága. Így bennünk volt, hogy na, mi láthatók akarunk lenni, mi valami olyat akarunk kihangosítani, pont ahogy a Márti is mondja, hogy ami nagyon sokakban ott van, csak nem akarnak, nem mernek, nem tudnak hol kiállni emellett. És hogy rengeteg ilyen tapasztalat volt, hogy ilyen vidéki kis gyülekezetekben semmi homofóbia nincs. Hogyha van ott egy ilyen köztudomásulag LMBT arc, a falu közösség ember, akkor mindenki tudja, hogy ja, hát igen, a Józsi. Jó, hát a Józsinak nem lesz felesége, de senki nem cseszegeti ezért a Józsit, mindenki ki van ezzel békülve, mert hát ő is a mi kutyán kölyke, a mi falunkban van, itt él, mindenkit ismerjük, tudjuk, hogy jó srác, mindenkivel mindig jó fej volt, most miért? Tehát, hogy, és hogy ezeknek az emberek, tehát ezek nem homofóbok. Tehát az, hogy valaki nem megy ki a Pride-ra, attól nem lesz homofób, attól azok lesznek homofóbok, amiket vagy valaki belehergel, vagy pedig általában valami fajta érdek
érdekük. De és ez milyen élmény volt, amikor először kimentettek a Pride-ra a csoporttal, és úgy egyébként, hogy ugye, tehát, hogy nagy részt ugye hetero, cis-hetero tagok igen. voltak, igen, és igen, első igen. Pride-otok volt, igen, és igen, egyből igen. kiálltok aktivistának. Igen, ez egy nagy ugrás volt sokaknak, tehát, hogy nem is ott mindenki áll, de az jó pofa volt, hogy volt egyenpólónk is ilyen szép fehér, ilyen látható nagy fekete keresztel, és akkor meg egy kis szivármány rajta, szóval ilyen az nagyon jó pofa volt, és szolidán bejelentkeztünk így a többi aktivista közül, hogy hát lesz egy ilyen csak, mi tényleg ti jöttök, kérdezték, hogy mi, hogy, csoda, és akkor így olyan kedvesek, meg ilyen támogatók voltak a szervezők, az nagyon, nagyon szívmelengető volt, és itt van közöttünk a keresztények a melegekért közösség, és mi a csend, tudod itt senki, mi van, hogy rosszul hallották, és akkor mondom, ez a mikrofon. Ellentüntetők? És igen, hogy mindenki abban volt, hogy honnan jön a tojászápor, és akkor szeretnék csak elmondani a keresztények, vagy Kermel nevében, hogy Jézus mindenkit szeret, aki itt van, és a melegeket különösen, vagy hogy az LMBT embereket különösen, valami ilyesmit, szerintem még ott melegeket mondtam, mert abszolút nem voltam képben, hogy akkor mi az, ami legkevesebb embert sért, vagy mi az, ami a legtöbb embert így ebbe belefoglal, és akkor ugye egy hatalmas egy ovációt kaptunk, ilyen tényleg ilyen ügykoncert, így tapsoltak az emberek, fantasztikus érzés volt, ilyen nagyon hihetetlen jó volt. Igen, hogy az egész evangélium az egy jó hír, tehát hogy van egy olyan üzenet, hogy haver, az Isten téged is szeret, és hogy mindent megtesz azért, hogy a keblére öleljen. És hogy ez olyan embereknek azt gondolom, hogy különösen jól esik, akik nagyon sok elutasítást tapasztaltak. Akár olyan körökben is, mint például a család, ahol azért az ember arra számít, hogy nem fogják tenni az út szélére, vagy a házból. És ugye nagyon sok ilyen szörnyű sztori van. Akkor elkezdtünk egy kicsit így a személyesebb terekbe is dolgozni. Ez az élő könyvtár, ez egy kiváló ilyen érzékenyítő eszköz, ugye civil körökben nyilván ezt legtöbben ismerjük, és az a rész, hogy érintő közelségbe tudtunk hozni például pro-LMBT lelkészeket, a lelkésznőket is, az nagyon nagy érték volt, ugye Mártival is dolgoztunk együtt ilyen projekteken. Van egy kiváló, ez egyébként a Kermel munkásságon az egyik főműve, hogy a James Martinnak a könyvét lefordítattuk, és kiadtuk magyarul, ez a Hidakat építünk című, a Building Bridges. Ugye James Martin egy fantasztikus jezsuita pap, aki New Yorkban szolgált elsősorban. Olvastál az alcímét? Nagyon szép. Hogyan alakíthat ki a katolikus egyház és az LMBT közösség tisztelettel, együttérzéssel és gyöngétséggel teli kapcsolatot? Ez egy fantasztikus sztori, ennek az embernek az élete, ő is abszolút így heteróként úgy került, mint Pilátus a krédóval, nem gondolta soha, hogy ez neki fontos lesz, csak 16-ban volt ez a csúnya orlandói lövöldözés, és ő emberileg, meg papilag is felháborodott azon, hogy van az, hogy amikor mindenki mellé ki tud állni a katolikus egyház, akkor miért nem tud kiállni az LMBT közösség mellé, mint mindenki más, amit megtesz, hogy hát veletök imádkozunk, és mit tudom én, miséket tartunk. Jól tudom, te is hoztál egy könyvet. Arról igen. is beszélnek kicsit nekünk. Ugye emlegettük itt az Európai Fórumot, és ennek a fórumnak van egy svéd tagja is. ECHO-nak hívják őket, gyakorlatilag a mozaik svéd megfelelőjének tekinthető. És ők csináltak egy olyan képregényes könyvet, amiben az a címe, hogy Christian and Gay Totally Okay, amiben próbálják teológiai alapokról megmagyarázni, hogy miért nem melegellenes a Biblia, mondjuk így röviden. Ez éppen a héten derült ki, hogy lehet, hogy ki fogjuk tudni adni magyarul ezt a könyvet. Volt egy olyan nyilatkozat, ez egy homofób nyilatkozat volt végül is, az egyenlő házasság követelése ellenében, amit karácsonykor 16 tagegyház, vagy 16 bevett egyház képviselői hivatalosan aláírtak. És ez és készült egy ilyen szöveg, és politikailag utólag átírták, úgy is, hogy hülyeséget írtak bele, hogy a férfi és nő szövetsége az emberi méltóság alapja, ez belekerült így, ami szemmel láthatóan minden teológus tudja, hogy ez hülyeség. De azt mindenki aláírta, a zsidók, keresztények, katolikusok, reformátusok, evangélikusok, mindenki, 16-an, mindenki.
érted, nem értenek egyet a keresztségről, az úrvacsoráról, egy csomó dogmatikai kérdésben, de ott állnak együtt, mert hogy azt keressük, ami összekötés, nem azt, ami elválaszt, de ez olyan dolog volt, amit nem lehetett átlépni. A Márti közössége számomra egy ilyen minta volt abból a híra alapján is, meg amit ott tapasztaltam, hogy ott tényleg ilyen világnézeti különbözőségeket teljesen letéve tudott együtt egy asztalnál élni a jobboldali, a Fidesz szavazó, az MSZP szavazó, a hajléktalan, a transznemű, a kisgyerekes, és mindenféle ember ott tudott lenni egy olyan közösségben, egy térben, és egymásra figyelve, és egy ilyen közös ilyen agapét, egy ilyen szeretetvendégséget megvalósítva rendszeresen, ha jól tudom, az heti rendszeressége voltak ilyen alkalmatok, és ott az egész egy ilyen közösségben fel tudott oldódni. Azt gondolom, hogy ha ez valahol tényleg megtörténik, ott teljesen természetes következményeként előbb-utóbb fel fog bukkanni egy LMBT ember, akihez pont olyan emberi és szeretetteli módon fognak fordulni, mint nem. Ha nincsenek ezek az ideológiai hülyeségek, meg nem a fóliázás ömlik a médiából. Akkor legutolsó kérdés, és aztán zárunk, hogy mit üzentek az LMBT keresztény embereknek? Azt, amit én is megtapasztaltam, hogy lehet egyszerre melegnek is kell, vagy LMBT-nek is kereszténynek lenni, és ez nem zárja ki egymást. Istennek a szeretetét, tehát a feltétel nélküli szeretetét. Keressék a hasonszüleket, mert vannak, és hogyha máshogy nem, akkor online tartsák a kapcsolatot. Csak időkérdése is, remélhetőleg eljutunk mi is oda a hegyházi közegekben, hogy ez nem egy ritkaság lesz.